és a 60 000 dolláros kérdés, hogy rögtön a nyakába szakad egy nagy rendezvény sorozat megszervezése, ugye 75 éves lesz idén a Pannon Egyetem. Mivel készülnek bemelegítésképpen erre az esemény sorozatra? Tehát mik azok a főbb események, amik várhatók? És mikor kezdődnek? Igen, hát igazából ez a nyakába szakad, ez egy, nem egy, egy ilyen hirtelen ráeszmélés, mert az elmúlt időszakban az a megtiszteltetését, hogy rektor helyettesként szolgálhattam az intézményt, és rektor úr előrelátóan engem bízott meg abban, hogy kollégáimmal közösen állítsuk össze a 75 éves évfordulónak az esemény sorozatát. És igazából nem is egy napra fókuszálnak az események, hanem az egész évet annak dedikáljuk, hogy egy picit megünnepeljük magunkat, mert hogy jók ezek az évfordulók, mert lehetőséget teremtenek arra, hogy megfogalmazzuk az értékeinket. Azokat az értékeket, amik az elmúlt időszakban az egyetemnek a sikerességét biztosították, és amelyekről azt gondoljuk, hogy a jövő sikerességét is fogják biztosítani. És az első ilyen legfontosabb érték az a közösség. Úgyhogy a nagyon sok közösségformáló esemény. Sok kis közösségből áll össze. Így van, pontosan. Tehát vannak olyan közösségek, amik a kulturális életre vonatkozóak, tehát azért pont előbb beszélgettem ugye Nagy Károllyal, aki azért dolgoztam alatta 40-valahány évvel. És ugye hát őről azért tudni kell, hogy abban az időszakban, amikor meg hát mindig is nem csak az egyetemnek a közösségét és a kultúráját szervezte, hanem az egész régiónak a kultúráját szervezi, függetlenül szerintem attól, hogy éppen milyen sapka van rajta. De hasonlóan egyetemi, illetve regionális szinten is az egy intézményünk mondjuk a sportéletnek a szervezésében, kiteljesítésében is oroszlánt részt vállal, és hát értelemszerűen az oktatásban is. Az LKF projekt nagyon szépen rávilágított arra minket, hogy az egyetemnek egy térségfejlesztő szerepe van. Nagyon jó polgármester úrral, illetve a képviselő úrral az együttműködés, és egyre inkább, egyre nagyobb örömmel állunk az ilyen jellegű megkeresések, együttműködések irányába. Tehát például 2 héttel ezelőtt a Kereskedelmi és Iparkamera új elnökével is sikerült egy olyan dinamikus együttműködést, programot elindítanunk, aminek bízom, hogy hamarosan a vállalkozók is majd látják az előnyeit. Na most ugorjunk egy picit vissza az időben, ha jól tudom, ön itt végzett a Veszprémi vegyipari volt? Nem, akkor Veszprémi Egyetem volt. Veszprémi Egyetem volt, tehát igen, milyen szakon? Hát azért, igen, tehát vegyészmérnök. Hát jó, vegyészmérnök, csak melyik szakán? Igen, ez egy izgalmas dolog. Én vegyészmérnökként végeztem, akkor 2 szakirányt lehetett választani. Akkor még tegyük. Akkor igen, így van. És akkor a szerves kémia volt az egyik szakirányom, és akkor kibernetika volt a másik szakirány. Ugye a kibernetikát ma automatizálásnak hívjuk, és ez igazából megelőzte a korát ez a szó, mert ez igazából a mesterséges intelligenciának is az egyik gyökere. Úgyhogy nagy örömre szolgált, hogy itt egy ilyen szemléletmódot sajátítottam el. A rendszer szemlélet, folyamat szemlélet az... Rázoltánt, amit itt tudom. Abszolút mértékig. Igen, ez illetve hát Ágma Péter, Seifert, Ferenc. És hát igen, Gáz Zoltántól az alap általános menedzsment dolgokat az ember megtanulta, és azt is, hogy ezek a technikák gyakran nem mások, mint a józan paraszti szünneplő ruhában, hogy őt idézzem. És igen, tehát tanultunk tőle nagyon sok olyan menedzsment technikát, ami hasznos most ebben az új pozícióban is, illetve át sok bölcsességet. És ami a kibernetikát illeti, ott pedig a rendszer szemlélet, folyamat szemlélet, ami a
amit azt látom, hogy nagyon hasznos, különösen akkor, amikor az egyetemi folyamatoknak a fejlesztéséről beszélünk. Úgy általában a szervezési ismeretek nagyon jól jönnek az élet sok területén. Én is, hát keveset hallgattam, kevesebbet, mint a vegyipari szervező szakon végzettek, de azért épp eleget ahhoz, hogy még mindig emlékszem rá, hogy hogyan kell egy munkához hozzáállni, vagy hogyan kell egy rendszert úgy átszervezni, hogy megnyerjük a benne részvevők szimpátiát, stb. Most ebben nem menjünk bele, de ő maradt ugye ennél a szakterületnél mostanáig. Igen, igen, igen. Tehát folyamatfejlesztéssel, rendszerfejlesztéssel foglalkozom. Ezen belül is különösen az érdekel, hogy az adatok miképpen hasznosíthatók annak érdekében, hogy új tudást, ismeretet tárjunk fel, és ezek az ismeretek pedig miképpen alkalmasak arra, hogy egy folyamatot hatékonyabbá tegyünk. Ezt még régen adatbányászatnak hívták. Ez a szóval nekem is. Aztán akkor az ez elmúlt időszakban... Ez mert kapcsolódnak hozzá negatív fogalmak, politika, meg egyéb, ezt most pláne kerüljük. Hát ugye ezek olyan eszközök, amik a adatból információt állítunk elő. Big data, így van, amivel ez egy új fogalom, illetve adattudomány, és aztán a mesterséges intelligencia. Tehát ezek az eszközök nagyon hasznosak lehetnek, hogy az életünket jobbá tegyük. Például most indul a Pannon Egyetemen egy közpolitikai adatelemző szak, és sok olyan projektünk van, ami ennek jegyében azt vizsgálja, hogy az emberek életminőségét hogyan lehet fejleszteni, hogyan lehet olyan közpolitikai döntéseket hozni, amelyek tényekre alapozottak. Ugyanis... Ez már rokon a politológiával, vagy csak technikai oldalon? Igen, pontosan. Így van, így van. Tehát eszközöket, elemző eszközöket szeretnénk adni, és adunk is az erre nyitott döntéshozók irányába. Tehát így például dolgoztunk a kollégáimmal az ENSZ Nyugat-Eurázsiai szervezetének, egy nemzetközi fenntarthatósági tanácsadó testületnek is. És most pedig indul ez a képzés, ahol a közpolitikai döntéshozókat várjuk, hogy tanulják meg azt, hogy azokból az adatokból, amelyek egyre szélesebb körben állnak rendelkezésre, ezeknek egy része nyílt európai kormányzati adat, a másik pedig az, hogy a nemzetgazdasága, politika is rájött arra, hogy ez egy fantasztikus érték. Tehát államigazgatási adatbázisokat, ha jól összekapcsolunk, abból nagyon hasznos információkat lehet kinyerni. Az én szűkebb területem például a pályakövetési rendszer. Ez egy nagyon érdekes példa. Összekapcsolták a felsőoktatási adatokat a NAV-nak az adataival, illetve az OEP-nek az adataival. Így pontosan tudjuk, hogy mely intézményben, mely szakon végzettek, hol helyezkednek el, és mennyi a kezdő jövedelmük. Nyilván mi halandók csak anonim módon elemezzük ezeket az adatokat, de nagyon hasznos információkat ad ez magunk számára is, az intézmény számára is, hogy hol érdemes fejleszteni a képzéseinket, hogyan tudjuk igazából a regionális képzési igényeket kielégíteni, illetve egyfajta versenyképességi mutató is, amiben egyébként nagyon-nagyon jól szereplünk, hogy a Pannon Egyetemen végzettek az átlag fölött keresnek. Rá szerettem volna kérdezni, de nem ebből a szempontból, hanem az agyelszívás oldaláról. Tehát tudják követni azt, hogy az itt végzett egyetemisták éves lebontásban vagy tengelyen hány százaléka keres megélhetést külföldön például. Van ebben valami veszélyes tendencia esetleg, hogy ne kerülgessük a társadalmat? Hát a hírekben ezt olvashatjuk, hogy természetesen van ilyen jellegű tendencia. Ezekből az adatokból csak annyit tudunk, hogy hány ember hiányzik igazából ebből a rendszerből. Nekünk feladatunk, hogy ez ellen tegyünk. Hát ez lehet egy feneketlen zsák, hogy pótoljuk, de aztán mégis üresek. Hát ezért bízom benne, hogy sikerül ezt megakadályozni. Tehát ezért is jó, hogy most együtt tudunk dolgozni a helyi közpolitikai szereplőkkel, vállalkozókkal, mert hogy mindannyiunknak az a jól felfogott érdeke, hogy Veszprém és térsége, illetve Ajka és térsége, illetve ez a régiónak a vonzó képessége az
az egyre nagyobb legyen. Tehát, hogyha ha azt tudjuk igazolni, hogy jó ebben a régióban élni, ha azt tudjuk igazolni, hogy ebben a régióban lévő vállalkozások sikeresek, és ebben a régióban dolgozóknak, a gyermekeinek, illetve magának a munkatársaknak a megfelelő szórakozási, illetve életminőségét biztosító lehetőségek rendelkezésre állnak, és ezt közösen tudjuk fejleszteni, na ez a sikernek az alapja. Most ez már nagyon messze a nehézvegyipari szaktól, aminek az emlékei még bennem élnek, tehát önök úgy látom, egyéb információk alapján is, hogy az egyetem igyekszik olyan oktatási területeket, témákat, szakokat találni, ha tetszik, amik az élet változásait követik. Tehát ennek is köszönhető, gondolom, hogy bizonyos tanulmányok vagy szakok iránt elég nagy kereslet mutatkozik, holott mondjuk előtte egy éve még nem is volt. Igen. Egyaránt próbálunk figyelni arra, hogy milyen tématerületekre van szükség, illetve arra is, hogy milyen területeken van szükség egy adott szakemberigényre. És hát Ajkáról, ha beszélünk, akkor ott nagyon-nagyon örömmel vettük azt, hogy megfogalmazódott az az igény, hogy gépipari mérnökasszisztensre, gépészmérnökasszisztensre, illetve informatikai mérnökasszisztens végzettséggel rendelkezőkre igény van. Azt is láttuk, hogy azon a területen dolgozók már nem szakadnak ki a nappali képzésbe, és az ottani vállalkozásoknak elsődlegesen azt a lehetőséget kell biztosítani, hogy a munkatársaikat levelező képzésre iskolázzák be. Ugyanakkor még Veszprém is távol van attól, hogy és akkor éppen ezért nagy örültünk annak, hogy eleget tudtunk tenni ennek az igénynek, és most már több éve működik sikeresen Ajkán a kampuszunk. Van egy évfolyamunk, ami most már második évfolyam, 22 hallgatóval, és az, hogy jól végeztük a dolgunkat, azt igazolja, hogy ebben az évben is nagyjából 20 főt fogunk tudni felvenni gépészmérnök asszisztens képzésre, sőt, most már az informatika területén is több mint 10 fővel el fog tudni indulni a képzés. Úgyhogy lassan, remélhetőleg lassan és biztosan ki fogjuk nőni a kis kampuszunkat, vagy ha nem is kinőni, akkor igen, most már néhány zavar támadott a költöztetések várható mértékét. Hát illetve, igen, most... most kormányhivatal is szűkebb, vagy máshova kell esetleg költözni. Hát igen, ez egy potenciális forgatókönyv és lehetőség, és nagyon jó példa arra, hogy a régiót hogyan lehet együtt fejleszteni a felsőoktatással, és akkor egy felsőoktatási intézménynek a fejlesztése hogyan tud más fejlesztési célokat szolgálni. Tehát bízunk benne, hogy bárhogy is alakul, ez egy win-win helyzet fog kialakulni. Illetve hát egy intézmény számára az úgynevezett harmadik misszió is nagyon fontos, tehát nem csak oktatással, kutatással kell foglalkoznunk, hanem az előbb említett életminőség fejlesztésével is, és hát a Ajkai Kampusz ilyen szempontból is nagyon szépen működik, mert az ott a kampuszon lévő rendezvényekről azt látjuk, hogy ott széles érdeklődésre tartanak számot, és minthogyha ha látnák már a lakosok, illetve a fiatalok, illetve az idősebb generáció, hogy érdemes hozzánk ellátogatni, és ott időt eltölteni. És hát nem említettük azt, hogy középiskolásoknak is tartanak felkészítőket, ami nem egyetemi képzés ugyan, de hát erősíti az alapjait annak. Így van, és fontos azt látnunk, hogy ezek nem csak öncélú dolgok. Tehát annak ellenére, hogy örömmel vesszük, hogy a felvételi előkészítőre hozzánk látogatóknak jelentős része a Pannon Egyetemen folytatja a tanulmányait. Azért azt látjuk, hogy az egyetemnek egyfajta közjóként kell, hogy működjön, egyfajta közjószágként, és ilyen szempontból nekünk el kell látnunk azt a feladatot, hogy azok számára, akiknek már korlátozottak az erőforrásaik, hogy felkészüljenek a felsőoktatásra, támogassuk az ő mobilitásukat, illetve felkészülésüket. Most nézzük megint a nagyobb képet, hogy a Pannon Egyetem milyen helyet foglal a magyar felsőoktatás skáláján, tehát mennyire egyedi és mennyire, hogy is mondjam, hatékony vagy figyelemre méltó, hogy létezik egy ilyen intézmény, ami nem csak Veszprémben, hanem
Kőszegen, Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Ajkán is megvetette már a lábát. Igen, ez egy érdekes helyzete, piaci helyzete van az egyetemnek, illetve helyzete van a magyar felsőoktatásban, mert hogy vannak a nagy tudomány egyetemek, amelyek tényleg a méretüknél, társadalmi beágyazottságuknál, hagyományuknál fogva egy akkora léptéket képviselnek, amely már bizonyos szempontból egyfajta személytelen, illetve bizonyos szempontból már nem nagyon kedvez az együttműködésnek. Mi viszont nagyjából abban az a középméretű intézmény vagyunk, ahol a kritikus tömeg rendelkezésre áll, hogy jelentős tudományos, illetve és más értékeket állítsunk elő. Ennek köszönhetően a nemzetközi rangsorokban is ott szereplünk az élen, tehát a világ top 2%-ában szerepel a Pannon Egyetem tudományos minősítés tekintetében, illetve akadémiai teljesítmény tekintetében. És ezek ugye exakt megítés. Így van, igen, tehát ezek abszolút nemzetközi. Hivatkozások. Így van, igen. Igen. Tehát ezek egyértelmű műszámok, amelyek visszakanyagodva a 75 éves évfordulóra egy picit tükrözik is azt, hogy az intézményük mindig elkötelezett volt az akadémiai kiválóság irányában. Tehát itt mindig az adott területen élvonalbeli kutatási munka folyik, doktori iskoláink vannak, akadémikusaink vannak, és tényleg elsődlegesen a tudományos munkának az értékét és kiválóságát helyezzük előtérbe. És az intézményünk viszont annyira azért kicsi, hogy ezek a területek nyitottak egymásra, és ennek köszönhető, hogy multidisziplináris gondolkodást előtérbe tudjuk helyezni. Több tudományterületet összefogó. Így van, ami most nekünk nagyon kedvez, mert azért abban a világban, amit gyakran úgy szoktunk mondani, hogy polikrízis, hogy a különböző válságok egymásra rakódnak, ugye klíma, válság, vagy pedig az ellátási láncoknak a válsága, stb. Itt azért minden mindennel összefügg. És egy-egy tudományterület önállóan megoldást nem nagyon tud adni, még egy jól definiált probléma megoldásához is több megközelítésmód szükséges. Ez egyébként érvényes az apró K plusz F projektekre is. Tehát a K plusz F szolgáltatásaink kapcsán is ez egy komoly előny, hogy integrált szolgáltatást tudunk adni. Tehát nem csak arról van ma már szó, hogy egy tanszék egy szűken definiált méréssel tudja támogatni az iparvállalatoknak vagy a gazdasági szereplőknek a munkáját, hanem nagyon összetett megoldásokra, problémák megoldására is tudunk vállalkozni. Szóval ez egy intézményi sajátosság, és ez egy komoly előny a mai világban, és különösen, ami most a Pannon Egyetemet szintén unikálissá teszi, a fenntarthatósággal kapcsolatos problémák megoldásában. Mert hogy azok tipikusan olyanok, amelyek ilyen multidisziplináris megközelítést követnek. Igen, azt hiszem, Ajkán is örülnek ennek a változásnak, mert ott is a fő irányvonal most a fenntarthatóság, illetve a zöldítés a városnak, a klíma kihívások elleni fellépés, ennek nagyon sok ágaboga van, most nem menjünk be, de nyilván gyümölcsözni fog ez a kapcsolat ezen a téren is. Nem kerülte meg a kérdést, hogy az egyetem tulajdonos vagy tulajdonos váltása, alapítványformáló átszervezése mennyire hatott ki a tudományos életre, vagy segítette, vagy kis zavart okozott, tehát hogy most már más a tulajdonos tulajdonképpen, és más szerkezetben folyik, más a függőségi viszony talán. Én olyan nagy változást nem látok, tehát 2006-tól szolgáltam, 6 környékétől szolgáltam oktatási DK helyettesként. Akkor már láttam, hogy akkor a kormányzattal közvetlenül kötöttünk kvázi finanszírozási szerződést, és vállaltunk indikátorokat, mert hogy a kormányzat az előbb említett közjó
jelleg miatt teljesen érthető, hogy adott elvárásokat támaszt egy intézménnyel szemben. Úgyhogy én ezt az új modellben olyan nagy változást nem érzek. Az új modell elvárta azt, vagy elvárja azt, hogy az egyetemek legyenek nyitottak a gazdasági, társadalmi igényekre. A Pannon Egyetemnek abszolút nem okozott ez változást, mert hogy mi mindig is nyitottak voltunk, és a forrásainknak a jelentős részét mindig is vagy pályázatokból, vagy pedig közvetlenül iparvállalatokkal, gazdasági élet szereplőjével történő együttműködésből hoztuk be. Ez is egyfajta... Igen. Annak idején például a bolonyai rendszer is az első között áll, szerintem az a kétfokozatú képzés. Abszolút, így van. Igen, a tehát tehát 70-es években. Ugye az a középméretből adódik, hogy nekünk jóval nyitottabbnak kell és kellett lennünk, tehát én ilyen szempontból olyan komoly szemléletváltást nem látok. És hát szerencsége az intézményünknek a fenntartója, az alapítvány kuratóriuma olyan személyekből áll, és ez szintén unikális, azt látom, akik kivétel nélkül nem csak elkötelezettek, hanem ismerik is az intézménynek a működését, a régió sajátosságait. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy béke szigete. Nyilván amikor a rektorváltás volt, akkor Gerencsér András rektorunk munkáját úgy is jellemezte az alapítvány elnöke Birkner Zoltán, hogy ő volt a béke rektora, és tényleg az elmúlt időszakban egy nagyon jó együttműködés alakult ki. Úgyhogy ilyen drasztikus váltást nem látok. Egyetlen egy kellemetlen helyzet van, ami egyetlen egy negatívum, ha muszáj említeni valamit, akkor az sajnos az EU-s finanszírozásoknak a megtorpanása, ami nem feltétlenül ugye ennek a modellnek köszönhető. Így van, viszont látva azt, hogy mindig részt vettem rektorhelyettesként is a minisztériummal való együttműködésben, illetve a tárgyalásokban, finanszírozási szerződéshez kötődően, illetve egyéb tárgyalásokban, azt látni, hogy a kormányzat mindent megpróbál elkövetni, hogy egy picit ellenpontozza ezt, tehát most be tudok számolni arról, hogy ennek a megtorpanásnak ellenére lesznek a hallgatóink számára olyan elérhető programok és források, hogy a nemzetközi mobilitásuk az biztosított lesz. Hát reménykedjünk, hogy ez globális változás is követi majd, de ebben nem szeretnénk most részletesen belemenni. Befejezésre egy kérdésem lenne, hogy most lesznek ünnepségek, ugye 75. évforduló, van-e víziója mondjuk, mint rektornak a következő, nem 75 évről, de mondjuk 5-10 évről, hogy hová juthat el az egyetem? Nyilván figyelme véve a különböző természeti és nemzetközi politikai változásokat, oktatáspolitikai változásokat, lehet erre valamit jósolni? Igen, azért ez nem egy one-man show, tehát ilyen szempontból nem van egy olyan vízióm, ami nem igazán az én vízióm, hanem azt érzem, hogy mindannyiunk víziójának, az intézménynek, a közösségének a víziója, de hogy ezt közösen csiszoljuk a most is, illetve a jövőben is, egyre többet gondolkodunk együtt a fenntartóval, alapítvány képviselőivel, a karoknak a vezetőivel, és azért három fő irány kirajzolódott, ami egyfajta sikerkritérium vagy kitörési pont. Az egyik a digitalizáció. Tehát egyre több olyan nemzetközi szinten is elérhető elektronikus e-learning tananyag fog rendelkezésre állni, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy a Pannon Egyetem képzéseire közelről, távolról, magyar vagy angol nyelven be lehessen csatlakozni, és vagy önálló végzettséget, vagy pedig úgynevezett mikrotanúsítványt lehessen szerezni. Tehát ez az egyik, ez a saját magunk belső képzéseit is hatékonyabbá tesz, fogja tenni az e-learning, mesterséges intelligenciával támogatott oktatás, illetve a régiónak a képzési elérhetős, vagy a régiónak a szereplőknek a képzettségéhez is hozzá fog járulni. Most például a magával is
gondolkodunk azon, vagy illetve a kamara is gyűjti, közösen gyűjtjük azt, hogy milyen képzésekkel lehet igazából segíteni a vállalkozókkal. Tehát az egyik az e-learning, digitális oktatás. A másik a nemzetközi esítés. Tehát szeretnénk növelni a nemzetközi hallgatóknak a számát. Most jelenleg a Magyarországra látogató nemzetközi hallgatóknak az 1%-a tanul a Pannon Egyetemen. Kormányzati cél, hogy 60 vagy 100 ezer hallgatót szeretnének hosszabb távon az országunkban fogadni. Ez egy jelentős bővülést jelent, és mi még a piaci részesedésünket is szeretnénk 2%-ra feltornázni, tehát 1000 főt, körüli 1000 főt meghaladó nemzetközi hallgatónak szeretnénk otthon tartani. Nyilván gazdaságilag is jót tenne. Abszolút mértékben. Ugye ez a demográfiai hatást is ellentpontozza, illetve egyfajta gondolatfrissítést, véráramlást, vagy gondolati áramlást is okoz. Frissen, egészségesen tartja az intézményt, hogyha jó képességi nemzetközi hallgatókat is tudunk fogadni. Sőt, ez a mi hallgatóinknak is hasznos, hiszen egy nemzetközi vérkeringésbe, igen, és hozzászoknak ahhoz, hogy egy multikulturális, többnyelvű környezetbe tudnak tanulni. És a harmadik kitörési láb, amiben az intézményünk azért mindig is erős volt, de talán az még fejleszthető, ez a szolgáltatásoknak a területe. Tehát kutatásfejlesztési szolgáltatásokat szeretnénk minél inkább nyújtani, illetve a tudáshasznosításban is szeretnénk élen járni. Tehát az innovációt szeretnénk elősegíteni. Ebben is az intézményünk azért kiváló, az NKFIA-val, az a Nemzeti Kutatási Hivatallal közösen indítottunk most már 3 éve innovációs szakmérnök képzést, tehát szeretnénk képezni a régióban lévő vállalkozókat, hogy értsék az innovációs folyamatokat, értsék azt, hogy hogyan lehet jelentős értéket előállító vagy folyamatokat megvalósítani, termékfejlesztést végigvinni, vagy akár a saját folyamataikat hogyan tudják innovatívan hatékonnyá tenni, de ez akár a üzleti szolgáltatási folyamatokra is vonatkozik. Tehát innováció, kutatásfejlesztés, tudáshasznosítás, ez a harmadik láb. És hát ehhez kapcsolódik a harmadik missziónak a megerősítése, tehát Úgyhogy ebből a 3 kitörési pontból talán kirajzolódik, hogy továbbra is a világ élvonalában, a nemzetközi rangsorokban szereplő, vérkeringésben ott levő, a fenntarthatóságot szem előtt tartó intézmény képe rajzolódhat ki, amelyik nagyon hatékonyan, nagyon korszerű információkat vagy tudást ad át a partnerei számára. Rektor, nem is lehetne jobb végszó szerintem. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.